Ez az apró szerkezet akár életet is menthet, hiszen segítségével bármelyik helységben korán felismerhető a füst jelenléte. Az év első 3 hónapjában keletkezett 135 tűzzel érintett épület egyikében sem volt füstérzékelő, holott ezek az eszközök a tűz keletkezésekor azonnal jeleznek, és még lenne idő cselekedni. 2023 a közel 5000 otthon jellegű létesítményben bekövetkezett tűzeset történt a vármegyében. Statisztikánk alapján egy esetben volt füstérzékelő, tehát úgynevezett home detektor elhelyezve. Az idei statisztikában ez a szám nulla. Tehát szeretnénk egy kampányt indítani ezzel kapcsolatban, hogy az emberek minél több ilyen készüléket, érzékelőt vásároljanak és helyezzenek el otthonaikban. Ezek az érzékelők a tűzkeletkezés nagyon korai szakaszában már jelzést adnak, ez a jelzés az akusztikus, tehát hangjelzés, és ezáltal az ott lévő emberek időben el tudják hagyni a helyiséget, a környezetükben lévő embereket tudják értesíteni, és tudják értesíteni a tűzoltóságot is. Olyan füstérzékelők is beszerezhetőek, amelyek füst esetén nem csak hangosan sippolnak, hanem jelzést is küldenek az okostelefonra. Ez praktikus megoldás lehet idős, egyedül élő hozzátartozóink védelmére. Bár Magyarországon nem kötelező otthonainkban hordozható tűzoltókészüléket elhelyezni, mégis ajánlott vásárolni, hiszen segítségükkel a kisebb tűzeseteket el lehet oltani. Igen, jelentős számú otthon jellegű létesítményben bekövetkezett tűzeset történt a vármegyében. Leggyakrabban a konyhákban, nappalikban és a lakószobákban, hálószobákban történik a tűz kifejlődése. A leggyakoribb keletkezési ok pedig a nyílt láng, az elektromos, valamely elektromos hiba meghibásodás, aztán a harmadik helyen van a dohányzás, és jelentős még a tüzelőfűtő berendezésekkel kapcsolatos tűzkeletkezési ok. Tehát ez utóbbiakra kellene fókuszálnunk. Ha szükséges, akkor áttekinteni, átvizsgáltatni, felülvizsgáltatni az elektromos hálózatunkat. A dohányzással kapcsolatban pedig odahaza is körültekintően csak is olyan helyen dohányozzunk, ahol nem jelent veszélyt a környezetére. A tüzelőfűtő berendezésekkel kapcsolatban is az elsőként említett felülvizsgálatokra hívnánk fel a figyelmet, hogy megtörténjen ezen felülvizsgálatok hiteles módon szakember által. Arra, hogy mikor avatkozunk be, ha tüzet észlelünk, nincs szabály, de a legfontosabb, amit tehetünk, hogy elhagyjuk a helységet, és a 112-es általános segélyhívószámon hívjuk a tűzoltóságot. Itt mondjuk el, hol történt a tűzeset, van-e emberélet veszélyben, illetve történt-e sérülés.